Sziasztok srácok, ez a GFF Team, én Jani vagyok. Nyomjunk egy kis UFC-t, Android gameplay. Gondolom mindenki tisztában van ezzel, fogalom egy ketrecarc. Nos, ez az a javából. Mutatok pár mérkőzést, illetve egy kisebb fajta ismertetők lesznek a játékra kapcsolatban. Internetet igénylő játék, illetve Facebook, vagy playáruházas fiókot igényel még a bejelentkezéshez. Ezek itt a képességek, ezek majd később fognak felbukkanni itt a képernyő bal alsó sarkában. De hát lássuk ezt mind működés közben. Egyébként a mozgás mechanika az tetszik, mármint hogy maga a mozgás meg lett oldva. A karakterek egész jól ki vannak dolgozva, szerintem most ezzel kis tetovált csókával leszek, cofossa, úgy néz ki, mint egy kukázsák. Gyere bátya, oda néz, oda néz, oda néz, hopp, kaptam egyet, oda néz, de... Na gyere bátya, rádugró, oda néz, nem jött be. Igen, vannak ilyen quick time action-ök benne, de most ezek hál' Istennek elég jó delay-jel vannak, ha tudnak vele játszani fiatalabbak is, akik annyira nem tudnak figyelni még erre. Hopp, egy rugás, azt nem védted ki, csak fejrugás, ütés, és nehogy győzzen adott ki ilyen gyorsan. És igen, 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 igen. Láttátok, hogy átrúgtam rajta? Itt vannak azért problémák, de egy androidos, mint egy telefonos játékhoz képest jól ki van dolgozva. Egyébként egyik személyes kedvencem ez a Benson Henderson. Pár meccsét is figyelemmel kísértem tévén keresztül. Hát ő az abszolút, ő volt a kezdőm. Az Alexander Gustafsson, azt hiszem alapból be is adja a játék. Ugye ezzel kell kezdeni. Na most itt a csillagokat már meg tudom magyarázni nektek, skacok, mert mindjárt meglátjátok, hogy itt már mekkora fölénybe indul az ellenfél. Tehát ott van, hogy mennyi életem van neki és neki. Állóharcban mennyire vagyok jó, illetve földharcban. Összesített pontszámokat lehet látni ott a névnél lent, ahol látszik a harcművészet, illetve a küzdősport, amit gyakorol a karakter. Na most még szintbe is 10-zel le vagyok maradva, úgyhogy hát lássuk. Első nélkül ugrásra nem ment, kisebb kiakadás jelző beficcent ott a felső határnál. Az első meccs után már konkrétan meg sem tudtam ütni. Na igen, 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 igen. Hopp! Ott a barack. Nem jó. Na igen, vannak counter-attack-ok, tehát hogy én benyomom a skillt és ő közbe jut, akkor így a sebzést nem tudom kiosztani, ugyanis ő tudta counter-elni. Ezt már jól kikerült-e. Megsorozzuk a gyomrát neki hátra. Legyünk a földre. Ennyi. Gyere bátyi, gyere, gyere. Itt is bead ugye skilleket, de hát ezek többnyire ütések, bár már folytás is van. Na most itt bocs, de kicsikét tunkolni fogom a telefon, hogy minél több HP-t akarok leszedni róla. Meg is öröm. A skandináv gyilkosgép. Az új kedvencem ez a Martin Kampmann, hát ez valami hatalmas, nagyon jó.
rugásai vannak, térdesei, hogy beszélsz. Remélem meg tudom őket mutatni nektek. Hopp, kisebb lagok. Hát igen, ez úgy néz ki, mint a szállító. A Jason Statham. A TJ Kent. Hopp, már tudtam bekenni az állást. Hú, ezt figyeljétek. Ezt láttátok. Ez nagyon tetszik. Milyen jól megcsinálták. És élőben ugyanúgy végrehajtja a faszit. Kap még egyet. Hát igen, itt azért látszik, hogy jókor a pont előnyöm van. Még azért rájutott párat. Ott maradjál. Jó, hát így hónajban, de bepirítottak egy kis vizé, sötétebb foltot. Annyi a lényeg az egésznek. Jó, nem egy komoly kidolgozott PC-s játék, de egyébként korrekt meg van csinálva. Van egyébként női harcos is. Hát igen, nem nagyon verettem vele. Nézzétek meg, hogy mennyivel keményebb vagyok, tehát hogy mindig csak edzettem rá, majd azt is megmutatom, hogyan kell rá edzeni. Hát de nézd, milyen tetoválásom van. De jó. Hopp, az szép volt. Felső nélkül viccesebb lenne a látó. És ez ennyi volt. Neki is adunk még párat. Hát ez eldőlt, mint a krumplis zsák. De milyen feje van neki, nem? Mint egy megszomorodott földműves, nem tudom. Hoppá! Vajon mit kapok? Na, ilyeneket mindjárt fogunk még vásárolni. Itt látható, amire most rá fogok klikkelni. Itt a csillogó kis ezüst. Valami Saleri, vagy mi a bánat a neve. És lehet venni ilyen training pakkot. Most ezekből dobja ki ezeket a skill kártyákat, amiket tudom fejleszteni a képességeket. Na most a lila az nagyon jó, meg az aranyszínű is nagyon jó. Adda néz, 24-szeres XP. Nagyon jó, nagyon jó. Ezt meg gyors kipörgettem, de itt elmutatom nektek. Amikor 30 ezerrel pörgetek, azért az ugye elég unalmas. Rányomok, hogy autótrén, és mindig csak ennyit csináltam, ezért ilyen rohadt erős. Így a szintjéhez képest. És akkor szépen végigmegyek rajtuk, letréningelem őket. Ez egyébként ilyen kis ízelítő videó. Ha szeretnétek többet, azt jelezzétek légy szíves lájkokkal, vagy szimplán csak a megtekintésekkel. Ahol benzonra is jutott valami azért. Jó az. Na, neki is. Hú, Timothy Elliot is elég jó, mint látjátok, a fejrugása a harmadik skillnál lesz, hogy nem gyengén oda tud pirítani a srác, elég durva kiütések vannak. De itt lehet... Micsoda? Ja, hogy ez nem jó. Hát vannak ugye ilyen questszerűségek, illetve küldetések, amiket meg lehet csinálni, ezekkel nyerhetsz extra dolgokat, bónuszokat, illetve ezt az arany szalerit, vagy mi a bánat ez, mindegy. Azokkal egyéb jó dolgokat tudsz művelni. Nos, hát ennyit akartam. Remélem tetszett a videó. Mondom, ez csak egy bevezetés. Hogyha nem tetszik, én más játékkal is készülök, esetleg az androidos gameplay sorozatból. Remélem, hogy elnyeri a tetszéseteket, kérlek, lájkoljátok. GFF Team, Jani voltam.
Sziasztok, jó játékot!